Sziasztok, kedves nézők! Ma gőzgombócot fogok készíteni, amit legtöbbször síelés alkalmával fogyasztunk, de mi már rég nem voltunk, úgyhogy most arra gondoltam, hogy elkészítem itthon is. Egy könnyű keltészta lesz, szilvalekvárral töltve, vaníliasodóval és egy kis mákkal megszórva. Lássunk is neki! Elsőként mérek ki lisztet, hozzá fogom mérni a porcukrot is. Összekeverem. És langyosítok tejet, amiben bele fogom morzsolni az élesztőt, majd ebből a lisztkeveréktől fogok hozzáadni. Élesztőt belemorzsoltam, és a cukros lisztből belekeverek a tejbe, és hagyom, hogy felfusson az élesztő. Ez alatt a tészta többi hozzávalóját is kimérem. A lisztes cukrot belerakottam egy tálba. Most hozzáadom a tojást, tojássárgáját, csipet só, és olvasztok bele margarint. Felfutott az élesztőm, hozzáöntöm a liszthez, és én most gép segítségével simára dagasztom a tésztát, természetesen lehet kézzel is. A tésztánk az el is készült, én most egy picit kézzel ilyenkor még át szoktam gyúrni. Egy puha és lágy tésztát kell, hogy kapjunk, ami nem ragacsos. A tésztát lefedve meleg helyen a duplájára keleztem. Ameddig kell a tészta, addig én elkészítem a vaníliasodót, amihez elsőként a tejet beleöntöm egy lábasba. Körülbelül a kétharmadát. Amit felteszek langyosodni. Egy kis tálba mérek ki cukrot. A cukorhoz hozzáadok 2 vaníliás cukrot. Lisztet is mérek bele. A maradék tejjel pedig csomómentesre keverem. Adok hozzá tojássárgáját, és ezzel is teljesen simára keverem. A langyosodó tejbe egy fél vaníliarút kikapargatott belsejét fogom tenni. És visszateszem, hogy elkezdjen szinte forni. A tej kellőképpen felmelegedett, úgyhogy most öntök hozzá a tojásot. A meleg tejjel elkeverem. Az egészet visszaöntöm a lábasba, és folyamatos kevergetés mellett besűrítem. El is kezdett sűrűsödni, illetve hogyha esetleg nincs otthon vaníliarudatok, akkor semmi gond, az teljesen elhagyható. Főleg meg, hogyha mondjuk nem is szeretitek, de akár egy bourbon vaníliacukorral is helyettesíthető. A sodónk gyönyörűen be is sűrűsödött, úgyhogy ezzel meg is vagyunk, félre is teszem, és nézem a tésztát.
Nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon finom is. A tésztánk meg is kelt. És én most kisebb gombócokat szeretnék készíteni, de akkorára vágjátok, amekkorára szeretnétek. Először is elfelezem. Megint felezek rajta. És még egyszer. Egyébként itt sem lesznek kicsik a gombócok. Gőzölés közben még bőven nőni fognak. A gombócokat most egy picit meglapítom. És mindegyik belsejébe teszek egy evőkanál szilvalekvárt. Következőbe. A gombócokat most szépen összecsípem. És miután összecsipkedtem őket, akkor sima felületen még átmozgatom őket, hogy biztosan a csípéseknél összeragadjon a tészta, ezáltal biztos nem fog kifolyni a lekvár. Langyosítottam egy kis margarint, és most már nincs más dolgom, csak szépen átkenegetni vele a gombócokat mindenhol. Szépen meg is vagyok vele, mindegyikkel így járok el. Kész vannak. Egy picit félreteszem őket. Mi alatt egy edényben én már feltettem vizet, és hagyom, hogy gyöngyözve elkezdjen forni. Ebben fogjuk meggőzölni a gombócokat egy ilyen szűrő segítségével. Margarinnal megkenem egy kicsit a szűrőnket is. Belehelyezem a gombócokat. Hát ebbe körülbelül 3 gombóc fog beleférni, meg fognak dagadni, úgyhogy mindenképp hagyjuk neki helyet. A vízzel kezdett gőzölni, úgyhogy belehelyezem a szűrőt, és erre az egészre pedig egy fedőt a
gombócokat körülbelül 20 percet fogom gőzölni, de mutatom is nektek. A gombócunk el is készült. Jöhet is a következő adag. Fontos elmondanom, hogy amikor gőzöljük, figyeljünk oda, hogy teljesen záródjon a tető, tehát ne tudjon elpárologni a gőz az edényből, mert akkor nem fog megfőni. Hát itt egy picit mutatom nektek, hogy milyennek kell lennie. Picit megtöröm a tésztát, teljesen át van főve. Ilyennek kell lennie. Elkészült az utolsó gombóc is. Picit a rátmákkal megszórom őket. El is készültem vele. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Ha tetszett a recept, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, illetve lett egy köszönet gomb is elérhető. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Gyertek legközelebb is, nézzél meg egyet belülről. Ilyen belülről gazdagon van töltve szilvalekvára. Nagyon-nagyon puha. Úgyhogy bátran ajánlom, hogy próbáljátok ki ti is.